Egy tiszabűi lakos tett bejelentést a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központjába, és elpanaszolta, hogy 2022. szeptember 21-én a délutáni órákban látogatott ki a tiszabűi temetőbe hozzátartozója síremlékéhez, és megdöbbenve tapasztalta, hogy arról egy angyalszobor, egy mécses tartó és egy napelemes gyertya hiányzik, továbbá az ismeretlen elkövető egy 20 cm magas fehér angyalszobrot letört a sírról, amit ott hagyott. A temetőhöz kiérkező kollégáimat már több sértett fogadta, akik szintén hasonló jellegű lopásról és rongálásról tettek bejelentést. Kollégáim szemlét folytattak, tanukat hallgattak ki, adatot gyűjtöttek és kamerafelvételt elemeztek. A nyomozati cselekmények eredményeként hamar látókörükbe került a bűncselekmények feltételezett elkövetője. A 32 éves tiszabői férfit elfogták és előállították a Kunhegyesi rendőrösre, ahol több lendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Érdemi magyarázatot nem tudott tenni vandál tettére. Az eljárást a karcagi rendőrkapitányság folytatja lopás büntette elkövetése miatt, a további sértettek beazonosítása folyamatban van. A nyomozók az eltulajdonított kegytárgyakat a jogsértő édesanyjának nyughelyénél megtalálták, azonban a kárt elszenvedett sértettek beazonosítása tovább folytatódik, így biztosra vehető, hogy a terhelt bűnlajstroma tovább bővül.